itt ülök a színpadon. Végül is ez volt a tetsz színhelye döntően. Kíváncsi voltam, hogy az egész az hogyan fog történni, de az első kettőnél úgy kicsit csikorogtam, de utána már jól mentek a dolgok. Hát improvizáltunk jeleneteket, ami mindig nagyon izgalmas, az improvizáció, mert mindig elsülhet jól, vagy kevésbé jól. Nem de kell fontos, ez a szar hülye világ, itt van, tessék, menjél, fogd meg a izéddel együtt, menjél a kis szutyok némberedhez, akire biztos gondolgatsz, ami bármi nem kell, na szervusz. Szerintem az egy nagyon hasznos dolog, hogy tényleg a mindennapunkban felmerülő párkapcsolati problémákat egy kicsit így gorcső alá venni, és néhány hasznos tanáccsal megsegíteni az embereket az ilyen típusú megrekedésekben, és szerintem az egy nagyon jó formája, hogy két színésszel mondjuk helyzeteket improvizálni, és egy kis humort is belecsempészni ebbe. Hát most egy jó ideje, mert nem tartok előadásokat, és akkor a kedves szervező csapattal úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt megosztani emberekkel, akik erre nyitottak, hogy ezt az egész helyzetet, amiben most élünk, hogy hogyan lehet másként megélni, mert a párkapcsolati problémák annak ellenére, hogy most este 8-ig haza kell, hogy érjünk, feltehetőleg csak fokozódni fognak. Soha nem lesz ilyen táskám, ha én most ebben a 70%-ig ma nem veszünk meg. Mindegy. Jaj, ne kezdjed, persze, jó. Nagyon rosszul esik. Ami nehézség volt, az, hogy Csernus doktor utána elemezte a helyzetet. Én eleve mindig zavarban vagyok mármilyen olyan helyzet közben, hogyha egy lélekbúvár nézi a viselkedésemet, mert azt érzem, hogy rögtön elemzésre kerül az, hogy én milyen vagyok, de nagyon érdekes és nagyon hasznos volt szerintem a mai nap. Online nem lehet focizni. Figyelj, csomó mindent lehet online csinálni, de focizni például nem lehet. De hát akkor ne focizzál. Itt vagyunk végre, ne együtt lehetünk. De miért nem örülsz? Mindig focit, ez van, hogy a munkából... De a többit akkor lemondom, csak a foci. Figyelj, szerda van, a szerdai focit akkor azt ne. Próbált személyes példákat is így kihúzni belőlem, de azt hiszem, hogy sikerült így burkolni a helyzeteimet. Voltak ilyen belső sírások bennem néha, mert hogy így éreztem, hogy közel jár a tűzhöz, de remélem, hogy ezt így tudtam titkolni. Mindig van megoldás, és én amióta orvos vagyok, én mindig azokat az eszközöket keresem, amit a hétköznapi ember is meg tud érteni, és ebből a szempontból az Angela és a Peti nagyon jól csinálták a dolgokat. Persze a Peti az, amikor arról volt szó, hogy agresszívan leosztani, ez annyira nem ment neki, de feltehetőleg a személyiségéből kifolyólag. De hát sajnos nagyon sok olyan pasi van kicsit kiszólva, hogy akik bizony ilyenkor nem mérlegelnek és nem gondolkodnak, és bizony osztják a jó népet. Hát közönség nélkül nagyon nehéz improvizálni, mert elmarad az azonnali visszajelzés. Ott azért megörültem néhányszor, hogy láttam, hogy elfordultak röhögni többször. Ott akkor éreztem, hogy akkor ott az talán sikerült. És hát Angélával régóta ismerjük egymást, de hosszú ideje nem játszottunk együtt, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy ismét találkoztunk. Igazából én úgy nem éreztem, hogy nem volt annyira furcsa, mert tök jó kis pár emberes csapat van itt, akik reagáltak, és nem jól éreztük magunkat, de remélem, hogy ez át tud jönni majd az online megnézés alkalmával, és talán a nézőknek ez nehezebb lesz azt átélni, mint amennyire mi itt jól éreztük magunkat. Összességében úgy, hogy nem volt közönség, ez engem nem zavart, mert hát ajánlatokat tettünk mind a hárman, lehet így is, és lehet úgy is, és akkor a nézőkre bízzuk ezáltal, hogy ezzel mit fognak kezdeni. De mindenen lehet persze változtatni, csak kőkemény munkával. És hát én remélem, hogy ezt akár Angélával és Petivel ezt folytatni tudjuk, mert hát
az egész párkapcsolati nehézség, annak megőrzése, ez bizony hosszadalmas és nagyon kemény munkát feltételez. Hát ennyi.